Sziasztok, én hát is ők, és nagyon szeretettel köszöntelek titeket itt az Anime csatornáján. Itt van a tavasz, madárcsicsergés, zöldellő fák, szép idő, viszont most ugye a koronavírus járvány helyzetben nem tanácsos kimenni, vagy legalábbis minél kevesebbet és minél indokoltabban kimenni, ami nekünk animéseknek jól is jön ezúttal, hiszen egész nap bent ülsz a szobádban, egész nap animézel, viszont ezúttal tudod azzal magyarázni, hogy te csak felelősség teljes állampolgárként viselkedsz, ezért nem mész ki a szabadba, ezért vagy egész nap a szobádban, és nézed az animéket. Viszont ha tavasz, akkor az azt is jelenti, hogy ki rügyeztek, ki a friss anime szezonos animéink. Ezúttal 40 darab friss új anime van, amiből kiválogattam a legjobbnak tűnőket, megnéztem és átverekedtem magam 21 néhány animén, amiből kiválogattam nektek a legjobbakat, és azokat hoztam el nektek, azaz a legjobb animéket a 2020-as tavaszi anime szezonból az első rész alapján. Fontos, hogy azért, hogy fel legyen a verseny, úgymond az animék között, Többedik szezonos animék nem szerepelnek a listán, hanem csak az új, frissen induló sorozatok. Úgyhogy ezeket ti magatok tudjátok lecsekolni, hogy jók-e vagy nem jók, illetve ajánljátok majd őket a komment szekcióba. Ezek a következők. Úristen, mennyi van! Az Ascendance of a Bookworm Part 2. A Bakugan Armored Lion. A Cardfight Vanguard Gaiden If. A Fruits Basket második évada. Az Idol is Seven Second Beat. A Kaguya-sama Love is War második évada. A Kingdom Tree a Kirato chan harmadik évada, a Major második évada, a Shin Sakura Taisendo Animation, a Shokugeki no Soma Gono Sara. a Sword Art Online Aliquization War of Underworld Part 2, a Tsugu Tsugumomo, a Watanuki To, és a Yu-Gi-Oh! Sevens. És végül az elmaradhatatlan szabályok az ilyen jellegű videókhoz, amit érdemes tudni, hogy első rész alapján rangsolom ezeket az animéket, ami azt jelenti, hogy lehetséges, hogy ami első rész alapján jónak tűnt, az később egyáltalán nem lesz jó, és lehetséges, hogy ami első rész alapján nem tűnt annyira jónak, az később indul be, úgyhogy ez csak első rész alapján van ez az ajánló, ilyen szemmel érdemes rá tekinteni. Emellett az én szubjektív ízlésemet tükrözi, nem érdekelnek a különféle raglisták, és hogy mik a hype volt animék, ha nekem tetszik, akkor bekerül, ha nem tetszik, akkor nem kerül be. Szóval ez egy szubjektív lista, nem objektív igazság hogy mik a legjobb animék, hogy ilyen szemmel érdemes nézni. Tehát ez csak egy kis ízelítő, ajánló az friss, új szezonos animékből, hogy ne kelljen mind a 40-et hanem ha az én ízlésemre hagyatkoztok, akkor találjátok és tudjatok szemezgetni, csemegézni egy-két király animét. A szezon egyébként az én véleményem szerint egészen gyenguszka lett igazából az első egy-két animén kívül nem igazán tudtak úgy nagyon behúzni. Tehát az első egy-két anime az, ami úgy megfogod, hogy fú, ez barom izgalmas, tehát mindenképpen akarom nézni már a másik részét, és fú, nézzük, nyomassuk, csináljuk. A többi anime az olyan elmegy kategória, nehezen is tudtam feltölteni a top 10 et olyan igazán jó animékkel, szóval szerintem elég, 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 elég gyenguszka lett ez az évad sajnos, de írjátok le is, hogy ti mit gondoltok. Mielőtt belecsapunk az anime lecsóba, fontos információ, hogy egy-két napja fedeztem fel, hogy a régi anime egyetemes Facebook csoportom az él és virul. Noha én teljes mértékben azt hittem, hogy az törlődött, hiszen amikor a Facebook profilomat törölték egy-két éve, akkor vele együtt minden oldalt és mindent, mindent töröltek. És most fedeztem fel, hogy nem csak, hogy él és virul, de egy-két kedves fiatal ember, Atis Héter és Shitpost csoportá alakította át ezt a régi anime egyetemista csoportot. Nem igazán értem a dolgot, hiszen én voltam az egyedüli adminisztrátora, és hogy én ott, ott, ott megszűntem létezni, hogy igazából a csoportnak is meg kellett de nem, úgy tűnik, hogy, hogy így, így szabad prédává vált így az interneten, és önjelölt adminisztrátorok kezelgetik most káoszt és pusztulást hozva a majdan szép vidékre. Nem haragszom egyébként ezekre az emberekre, mert ilyenkor mindig belegondolok abba, hogy milyen szánalmas életekkel, kell, hogy legyen valakinek, hogy a szabadidejét ezzel töltse, és az okozzon neki örömet a szabadidejében, hogy gyűlölködjön, és milyen lelki szegénynek kell ahhoz lenni, hogy ilyen gyűlölködés shitpostokat gyárts a szabadidődben, és ez okozza neked örömet, hogy igazából csak sajnálatot és szánalmat érzek irántuk. És igazából nyugodtan csinálhatnák is ezt a tevékenységet, tovább nem igazán érdekel. Az viszont már zavar, hogy ezt az egész kommunikációt az animegyetem Egyetem névvel kötik össze, és sokan nem tudják, hogy én nem is vagyok ott, mint Admi, meg nem is vagyok benne a csoportban, hanem csak az én nevemben csinálják ezt tulajdonképpen, és ez már nem jó dolog, úgyhogy arra kérlek titeket, hogy lépjetek ki ebből a csoportból, az is Egyetemisták szívecske csoportból, és jelentsétek is kérlek, hogy minél előbb zárjon be ez a történet. És csatlakozatok az Anime Egyetemisták Szívecske Official csoporthoz, amit frissen csináltam, és akkor ide tudjuk gyűjteni az egyetemistáinkat, és ide, itt, tudunk majd új virágzó Anime Egyetemista közösséget csinálni. Előre is köszönöm szépen mindenkinek a közreműködést, és akkor most evezzünk is tovább izgalmasabb, vidámabb vizekre a friss szezonos animeinkhez. Írjátok le mindenképpen a komment szekcióba, hogy ti mit néztek ebből az anime szezonból, mit nem néztek, milyen friss animét, milyen új szezonos animét néztek, mi az, ami benne volt a listában, mi az, ami nem volt benne a listában, hogy alakítanátok át az én listámat, mit csináljátok ki, és így tovább. Kis promót is írhatok mellé, hogy minél több király animét szedjünk össze, és tudjunk mutatni egymásnak, hogy legyen mit nézni ebben a friss anime szezonban is. Hölgyeim és Uraim, ez itt az Anime Egyetem, én ott is vagyok, a mai videónk témája pedig a TOP 10 legjobb anime a 2020-as tavaszi anime szezonból. Plusz 4 ráadás! <coughs> Nézzük is akkor az extra animéinket, amik nem kerültek be ugyan a top 10-be, de azért jók lehetnek. Ebből is kevesebb volt most egyébként, amit be tudtam ide tenni, de lássuk is. Listeners. Ez az anime egy posztapokaliptikus világban játszódik, ahol egy lesz nevű ilyen homályos, ányszerű lények pusztítják a bolygót, és az emberi faj az a playerek segítségével tudja felvenni velük a harcot, akik óriás mekkákat vezetnek. Fősünk egy kis szerelő, aki tengeti a mindennapét, és csinál egy ilyen kis robotkát, persze megtalál egy ilyen player line, és akkor a végén össze polnak, hogy felvegyék a harcot a szörnyekkel. Ezerszer hallottuk már ezt a sztorit. Igazából ettől függetlenül egészen jó volt az első rész, és be is kerülhetett volna akár a top 10-be, hogyha a végén nincs az a böszme, rusnya CGI, undorító robot, undorító robotharc, undorító fekete szörnyek, undorító nézhetetlen, emiatt nem tudtam beletenni, mert az én gyomrom az felfordult tőle, de aki bírja az ilyen CGI mokákat, annak jó lehet ez az anima. Fugó KG Balance Unlimited. Fősünk a rendőrségen dolgozik nyomozóként, ahol arra tette fel az életét, hogy minél több embert megmentsen, és nem érdekli a pénz, és a hatalom, és a rang, és semmi más. És ehhez a departmenthez, ez a csapathoz csatlakozik egy multimilliárdos, milliárdos uh, ilyen playboy nyomozó aki mindent pénzen keresztül intézel, és, és korlátlan pénzzel rendelkezik, és mindent így old meg. És a kettők feszültségéből, közös nyomozásából alakul ki ez a kis anime. Nem volt rossz az első rész, nem volt akkora iszonyat nagy duranás sem. Lehet, hogy tök jósul ki belőle, hogyha szerintem csekkoljátok le. Nami yo kitekur, wave listen to me. Elég egyszerűen megfogalmazható az anime alapvetése. Van egy főhős nőnk, aki eléggé extrovertált személyiség, aki imád sztorizgatni, nagy a hangja, össze-vissza beszél állandóan. Ő bekerül egy rádióba ennek okán, és ott lesz egy saját kis rádió műsora, ahol az életével kapcsolatos sztorikat mondja el tulajdonképpen, és válaszol a nézői kérdésekre, vagy hát hallgatói kérdésekre. Nem tudtam eldönteni, hogy tetszik-e az első rész egyébként, mert vagy, vagy valami nagyon jó és egyedi ebből, vagy valami, valami nagyon nem jó viszont tök kis egyedi hangulata volt, tök egyedi így a, a, az alap koncepciója, hogy a rádión keresztül mutatják be, úgyhogy szerintem érdemes rácsakolni az első részre mindenképpen. Kakushigoto. Főhősünk egy egyedül álló apuka, akinek van egy pici lánya, ami érdekessége a sztorinak az, hogy az apuka ugye erotikus mangákat rajzol főállásban, viszont mindent megtesz azért, hogy a lánya ezt soha ne tudhassa meg. Hála Istennek nem egy erogam, eromanga ero szensze, a tesók egymás izgulnak, és egy ilyen bődületes, fostos valami, hanem egy ilyen kis cuki, vicces, humoros kis történet, és remélem, hogy így is marad, és nem is viszik bele ezt a vonalat. De egy egyedülre tök jó volt az első rész, tökre nézhető, akár top 10-es is lehetne, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok le. Hölgyeim és uraim, akkor követ következő a top 10 legjobb anime a 2020-as tavaszi anime szezonból. Shironeko Project Zero Chronicle az anime egy olyan világban játszik, ahol két részre van osztva az egész világ. Tulajdonképpen van egy felső világ, ami a fénynek a világa, ott a fény katonái, meg papnői, meg varázslői, meg emberei élnek, meg van a darkness, az a sötét világ alul, ahol meg a sötét úr uralkodik, és a sötétség katonáival és démonaival, és nem tudom, és ez a két világ feszül egymásnak, és közöttük van egy bizonyos balansz egyensúly tulajdonképpen. Most úgy néz ki, hogy a főhős fiunk lesz egyszer majd a, a, sötétségnek az ura, a főhős nőnk meg a fénynek az ura, és hogy ők fognak egymással szembenézni. És az első részből nem derült ki, de valahogy a, a tréler alapján szerintem ők találkozni is fognak, ismerik egymást. Szóval kicsit ilyen szent a beütése van, ahol a, a, gonosz és a jó egyébként ismeri egymást, és haverok, és nem tudom, de egymás ellen küzdenek a seregeik, és érdekes az alapkoncepciója, ebből egy nagyon-nagyon jó kis animesülhet ki, látok benne potenciált, de lehet, hogy full rati lesz. Minden esetre érdemes lecsekkolni az első részt. A kilencedik animénk az Otome Game no Hametsu Flag Shika Nai Akuyaka Reijoni Tensei Shiteshimata. Egészen érdekes alapkoncepciója van az animének, ugyanis főhős nőnk így gyerekként beveri a fejét, és rájön, hogy gyakorlatilag ő egy 16 éves, egyébként Japánban normál évő élő lány volt, aztán szóval valahogy bekerült egy Otome gamebe, aminek ő lett a főhőse gyakorlatilag, és a játékot játsza ő a saját életével tulajdonképpen, tehát ott él benne a játékban. Ezt a bizonyos játékot a Fortune Lover játéknak hívják, és az az érdekessége ennek a dolognak, hogy ő a főgonosz szerepébe kerül bele, tehát ő az, akinek a, játék legvégén, mert hogy ő kiátszotta ezt egyébként, vagy száműzetik, vagy kinyírják, úgyhogy mindenképpen rossz vége lesz, és próbálja megakadályozni azt, hogy ez a rossz vég bekövetkezhessen. Egészen kis vicces, érdekes, ilyen umárocsános gyülekezések is vannak benne, szóval egészen kis élvezhető első része volt, lehet, hogy tök jó némesül ki belőle, úgyhogy csekkoljátok le mindenképpen. A nyolcadik animénk az Appare Ranman. Az anime a 19. században játszódik Japánban, ahol ott van egy fiatal, fura, zseni, mérnök, bütykölő, műszaki srác, aki minden szabad idejét arra használja, hogy különféle eszközöket bütyköljön, ám hát kalandos eseményeknek köszönhetően egy, egy szamuráj csávóval egyetemben Amerikában kötnek ki, ahonnan úgy tudnak csak hazajutni, hogyha részt vesznek egy ilyen transamerikai vad autós futamon, ahova építeniük kell egy autót, és megnyerniük ezt a futamot, és megnyerniük a pénzdíjat tulajdonképpen. Az animéről gyakorlatilag nekem olyan beütésem van, mint ami gyerekkorunkban ment az a, az a mese, a flúgos futam, ahol mindenféle különféle autók vannak, és versenyeznek, és próbálják egymást legyilkolázni és megnyerni a futamot, és ott, ott az a gyökér kutya, aki mindig röhögött. Na, ilyen beütése van az animének, csak kicsit nyilván felturbózott változatban. De nagyon érdekes az alapkoncepció, ami miatt félek tőle, és így hátsó helyre raktam, az az, hogy az autók azok CGI-jal vannak megoldva, és ugyan egészen szép és egészen tűrhető eddig a CGI-ja, hogy néztem, és nem csúnya CGI-ról van szó, azért picit félek, mert az autók lesznek a főszerepben, hogy, hogy ezek, 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 rondák lehetnek, és emiatt nézhetetlen, de meglátjuk, csekkoljatok le az Apparel Runman. A hetedik animénk a Yesterday Wo az az a Sing Yesterday for Me. Az anime a való világunk japánjának realisztikus jelenjében játszódik, ahol főseink a suli befejeztével próbálnak elhelyezkedni, állást találni, boldogulni az életben, viszont ez nyilvánvalóan nem olyan könnyű, mint aminek tűnik, nem olyan helyen dolgoznak, amit tetszik nekik, nem tudják, hogy mihez kezdjenek az életben, és akkor még a szerelmi szálak is bejönnek ebbe a történetbe, hogy ki, ki be szerelmes, kinek vaja be és kinek nem. Egy egészen jó kis első része volt az animének, tök jók ezek a kis emberi szálak, tök jó az, az én keresés, szóval szerintem ez, ez, tök jó lehet az embernek átélni picit ezt a, ezt a dilemmát, szerintem sokan vannak akár most a videó nézői között is, hogy mihez kezdjenek az életben és az annyi picit ezekre a kérdésekre fog reflektálni, úgyhogy érdemes lecsekkolni. A hatodik animénk a Princess Connect Redive. Erről az animéről az jutott eszembe, hogy ez gyakorlatilag mind rajzolásra, mind pedig sztorira, gyakorlatilag egy konoszuba, csak egy fokkal komolyabb, egy, lehelletnyivel komolyabb konoszuba. Gyakorlatilag főhősünk felébred ebben a mágikus fantasy adventure világban, de nem emlékszik semmire, és ilyen teljesen tökkel ütött a főhősünk, és egy kis guide choice vezeti őt, és próbálnak ilyen adventure és megélni ebben a világban természetesen szélsőségesen egydimenziós karaktereket kapunk, aki minden, minden, karakter egy adott dologra van felhúzva, az egyik lány az mindig nagyon éhes, a másik meg mindig nagyon cuki, a harmadik meg mindig nagyon agresszív lesz, biztos a negyedik meg mindig nagyon pervez, és azt sem sejtett túl sok jóval egyébként, hogy a, az outro-ban ott volt egy csomó többi karakter, aki lesz még az animében, és egyetlen retkes férfi karakter sem volt az ott menő karakterek között, úgyhogy tudjuk, hogy mire fog kifutni ez az anime, és még egy a koppintás is van gyakorlatilag, gyerekek, full úgy néz ki a haja, az arca, még a ruhája is, mint az asszuna, úgyhogy ez, ez, az anime egy, egy, nagy kopiket, de, de egy, úgy élvezhető, kis vicces, szórakoztató, kis, kicsit egy ilyen kis agyfasz anime, de lehet, hogy tök jó lesz, hogyha csekkoljátok le mindenképpen. Az ötödik animénk a Hachinante Sorevanai Daisho, azaz a The Eight Sun, Are You Kidding Me? Főhősünk egy 25 éves japán csávóka, aki éli a kis egyszerű életét, szóval egyszer csak átkerül egy másik világba, egy fantasy világba, mert mi más csinálni, akkor nem, nem tudnak a, a japán srácok és férfiak más csinálni, hanem éppen csak átkerülni egy másik világba, és egy gyerek testébe kerül bele, aki egy szegény nemesi családnak a nyolcadik sarja, azért nem sok esélye van kiemelkedni, viszont kigondolta volna, hihetetlen mágikus erőkkel és tehetséggel van felfegyverezve, és erről szól az anime, hogy próbál itt utat találni magának és érvényesülni ebben a kis fantázi világban. A szörnyen sablonságot leszámítva egészen kis érdekes, élvezhető volt az első rész, Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit tud ebből kisülni, vagy valami nagyon, nagyon felejthető, nagyon benga történet, vagy, vagy valami egészen kis élvezhető, meglátjuk. A negyedik animénk, az Arte. Na végre egy egyedi ízű anime, ami tényleg ö, autentikus és tök jó nézni. Ez az anime 16. századi Olaszországban játszódik, azon belül is Firenzében, ahol egy nemesi születésű főhős nőnk van, akinek minden álma az, hogy ő művész legyen és rajzolhasson. A Bibi csak ott van, hogy ebben a korban a művészek, szobrászok, festők, írók, irodalmárok, bárki az kizárólag férfi lehetett, főleg nem egy nemesi családból, egy nemesi családnak a lányainak az volt a dolga, hogy ők házasodjanak, és szépen vigyék hozzá a hozományt. Nem lehettek nők, viszont Ártem mindenképpen elhatározza, hogy ő művész szeretne lenni, nem támogatja a családja, nem támogatja senki a különféle céheknek a, a vezetői kirúgják, meg se nézik a rajzét, és így tovább, és így tovább, de ő hogy mindenképp valóra váltja az álmát. Nagyon jó a hangulata, nagyon szerethető a főhőse, és nagyon jó ezzel, ez, ilyen érzéssel nézni ezt az animét, hogy, hogy várjuk, és, és erőt mérhetünk mi is abból, ahogy átpróbálja próbálja valóra váltani az álmait, és küzd az egész világ ellen gyakorlatilag. Hogy nekem nagyon tetszik az első rész alapján, reméljük, hogy ilyen jó lesz a következő részekben is. Csekkoljátok le! A harmadik animénk a Gleipnir. Ezt az animét őszintén nem tudom hova tenni, és nem tudom, hogy megérdemli -e egyáltalán a harmadik helyet. Főhősünk egy fiatal srác, egy különleges képességgel van megáldva, egy szörnyét tud átalakulni, ami viszont egy nagyon fura plüss mackó szörny Furán is néz ki, fura az egész, és azért alakul át az első részben, hogy megmentsen egy lányt, aki öngyilkos akar lenni, és magára gyújt egy raktárat. Na már most miután megmentette a lányt, a lány konkrétan lelüki egy tetőről, hogy letesztelje, hogy, hogy szörnye, amivel kvázi akár meg is halatott volna, aztán megzsarolja, aztán a azt szolgájává teszi, és a srác meg nem csinál semmit, hol ott szörny ereje van. És nagyon fura az egész, mert így a, ebből a hülyeségekből adódóan is ami jellemzi így a főhősünket, meg az ő cselekedeteit. Az egészen olyan fura jelenetekig, hogy a megmenti a, az öngyilkosnak készülő lányt az égő épületből, és lehúzza a bugyját, hogy szaglásza a nuniát, vagy mit csinál, nem értem. Nagyon fura ez az nagyon cringe, de valahogy mégis látok benne valamit, hogy, hogy lehet egy ilyen jó kis dark, átváltozós, harcolós, pszichológiai, nem tudom, milyen kis, kis, kis valami jó kis animes ület ki belőle, de lehet, hogy full gáz lesz, úgyhogy ez, ez eldől a következő részekben. Amiért belemertem tenni, és itt most hagyatkoztam mások véleményére kivételesen, az után olvastam kommentekben, és azt írták, akik olvasták a mangát, hogy ez jó lesz egyébként, tehát kicsit fu furán indul, de hogy jó lesz, úgyhogy én így adtam egy ilyen bizalmi pontot neki, egy esélyt, hogy, hogy nézzük meg, hogy tényleg jó lesz -e. A második animénk, a BNA. A trailer alapján nem tudtam eldönteni, hogy most ez tetszik nekem ez az anim, vagy nem tetszik, meg akarná nézni, vagy nem akarnám, de szerencsére adtam neki egy esélyt, és baromira beváltotta ezt az esélyt, mert egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis anime kerekedett ki belőle. Az anime a 21. században játszódik, ahol már vannak ilyen emberállatok, állatemberek, akik félig emberek, félig állatok, vagy, vagy nagyon állatok, kicsit állatok, kicsit emberek, de vannak ilyen emberállatok, akik itt nem élnek együtt az emberekkel, mert egy csatározás tört ki közöttük, és egy külön várost, az Animasity-t alapították meg, és főhősünk, aki egy tanúki lány ő menekül a városból, majdnem megölik, de végül eljut ebbe a városba, és ott akar új életet kezdeni. Igen, ám, de a konfliktusok megvannak az emberek és állatok között, és valószínűleg ez az, egyensúly, hogy ők külön városban élnek, és így megélnek egymást, mert ez fel fog bomlani, és, és, háború, és nem tudom, bármi, bármi lehet, bármi kitörhet ebből az animéből, de már az első rész is nagyon izgalmas volt, nagyon egyedi a hangulata, nagyon egyedi a rajzolás, ilyen killa-killes rajzolása van, de nagyon jól áll neki, és nagyon izgalmas volt az első rész, Nekem ez az, az, ami az egyik olyan anime, ami nagyon-nagyon tetszett ebből az évadból, hogy mindenképpen adjatok neki egy esélyt, és csekkoljátok le. Hölgyeim és Uraim, a 2020-as tavaszi anime szezon első helyzet animéje nem más, mint a Kamino azaz a Tower of God. Ennek az animének a híre az megelőzte már a szezont is, nagyon felhájpolták a trélerét, nekem is nagyon tetszett, úgyhogy izgalommal vártam, és nem is okozott csalódást ez az anime, noha nagyon sok mindent nem értek, hogy mi történt az első részben, mert baromi misztikus az egész, de valamiért pont ezért is tetszik. Főhősünk egy récsel nevű lányal ébred, aki szerte foszlik, hogy elmegy ebben a bizonyos Tower of azt hiszem, aminek a toronynak a tetején gyakorlatilag ott van Isten, vagy akár Istené is várhatsz, és bármit megkaphatsz, ha el tudsz érni a torony tetejére. Főhősünk is bekörül a toronyba, ahol egy a hangú misztikus lény fogadja, aki próbálja elé hogy egyáltalán megmászhatja-e a tornyot, és hát kiderül, ha megnézitek az első részt, hogy kiállja ezt a próbát, de már az barom izgalmas, és nagyon tetszik, hogy, nagyon misztikus az egész, nagyon nem tudod, hogy mi történik, hogy mi van ebben a toronyban, hogy, hogy milyen próbákat kell majd kitenni, hogy feljuss a tetejéig, nagyon jó a hangulata, nagyon jó a rajzolása, ez egy olyan, ami így, magával ragad, behúz a világába is, és nem ereszt el az egész látványvilág, az egész kialakítás, történetmesélés, nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon tetszik, mindenképpen csekkeljátok le a Tower of Godot! Hölgyeim és Uraim, ennyi volt már a mai videónk. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyintsétek le a véleményeteket a komment szekcióba. Írjátok le mindenképpen, hogy melyik ami tetszik, melyik nem tetszik, mit néztek, mit nem néztek, mindent írjatok le szépen a komment szekcióba. Illetve ne felejtsétek el bekövetni az Anime Egyetem Facebook oldalát, és az új Anime Egyetemisták official Facebook csoportba se felejtsetek el belépni, illetve ott van az Atis Instagram is, hogyha velem kapcsolatos, kapcsolatos exkluzív képeket és információkat szeretnétek látni akkor csekkeltok le és kövessétek be mindenképpen. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!